kezedbe lettem. Kicsi kezed volt, halványpiros, és néha sáros, néha homokos. Köppencei Csanád, Petőfi Sándor Tiszteljétek a közkatonákat című költeményét, és Vörös Sándor Kutya című művét adta elő a bátaszéki versmondó versenyen, aminek a témája az idén a természet és az ember kapcsolata volt. A Kutya című verset azért hoztam, mert a természet ennek a versenynek a témája, és arra gondoltam, hogy ezt a verset már korábban is mondtam, és ez passzolna ide. A Petőfi Sándor verset pedig nagyon szeretem. Azt is már mondtam korábban, és azt hiszem, hogy nagyon passzol hozzám, és gondoltam, hogy akkor azt is elhoznám. Általános iskola alsó tagozatában már voltam szavalóversenyzőn, és azóta minden évben megyek egy párra. Pályáként nem ezt néztem ki magamnak, egyszerűen csak egy hobbiként űzöm, szavalok, későbbiekben nem tudom, hogy mi lesz belőle. Volt-e már, hogy megnyertél versenyt? Volt többször. Alsóban nem nagyon, meg később kora felsőben nem hoztam el nagyobb helyezéseket. Aztán most tavaly előtt elkezdtem ilyen első-második helyeket elhozni, vagy hát szerezni, úgy mondom inkább. A Bonyhádi gimnazista választása és előadásmódja úgy tűnik nyerőpáros volt. Köppencei Csanád nyerte meg a versenyt, és a közönség díját, az úgynevezett Balogh Viktor emlékdíjat is ő zsebelhette be. Csötönyi László, a zsűri elnöke azt mondja, a versmondó megítélésénél legalább olyan fontos a szép artikuláció, vagy éppen azt, hogy a kiválasztott irodalmilag értékes mű illeszkedjen a versenyző értelmi, érzelmi fejlettségéhez, mint azt, hogy ne hagyjon szünetet a versorok között. Fontosnak tartjuk mindenféleképpen a versválasztást, hogy azért érzelmi-értelmi fejlettségnek, a személyiségének megfelelő verset válasszon valaki, és hogyha mondjuk olyan dolgokat is figyelembe vesz, hogy ő neki mondjuk milyen a hangja, vagy milyen az egyénisége, mi passzol hozzá, akkor természetesen mi ennek is örülünk. A mű irodalmi értékét én mindig szoktam azért hangsúlyozni. Szeretjük azt, legalábbis a szakmai zsűri szereti azt, hogyha igazi értékes irodalmat hall, nem pedig valami pongyolát, mert azért tudva lévő, hogy a világhálón keringenek olyan versnek csúfolt sokszor szövegek, amelyekkel találkozik az ember egyébként viszonylag komolyabb versmondó versenyeken is. Erre mindig föl szoktuk hívni a figyelmet, hogy lehetőség szerint azért irodalmi művet válasszon valaki. A művészi beszéd, illetve a technikai eszközök szintén fontosak. Figyeljük az artikulációt, a megfelelő ritmust, a beszédhibák súlyát, a tájnyelv indokolt preferálását, vagy éppenséggel elvetését, de fontos a légzéstechnika, az ütem, a hangsúly, a hanglejtés, a sorátívelések. Mindig elmondom, hogy nem sorokat közlünk, hanem gondolatokat. Sokan abban hibába esnek, hogy megtorpannak a sorok végén. Erre is föl kell hívni a figyelmet, de alapvető hangsúlyozási problémák is előfordulhatnak. Tudva lévő az is, hogy a magyar nyelvben a jelző kapja a hangsúlyt, és nem a jelzett szó. Egy kezdőversmondónál például előfordul, hogy erre is föl kell hívni a figyelmet. Ezen kívül pedig nyilvánvalóan a művészi teljesítményt is nézzük, hogy mennyire érzi, érti, de érzékelteti és érteti a versmondó, hogy mennyire szuggesztív, hogy mennyire tudja átadni azt az érzelmi és értelmi üzenetet, amelyet mondjuk a szerző közölt. De fontos a kisugárzás, a pódiumi viselkedés, sőt, sokszor az öltözködés is, és a nonverbális kommunikációs eszközök használatát is figyelni szoktuk. És vannak, akik előre sietnek, és neki várnak egyedül újra. A 32. alkalommal megrendezett Gízanapi megyei versmondó versenyen idén 12-en vettek részt. Köppencei Csanád mellett díjazták Csizmazia Dóra és Katona Anna az első Béla gimnázium tanulóinak előadását. Radnóti Miklós az Égi Vándor dala, illetve Bella István Ánimáni Messzenész című versét hoztam el. Számomra ez így a sportban is segít, ugyanis ez egy előre visz mindenben, mindenben támogat, mindenben pozitívat nyújt, és szerintem ez bármire ráegyeztethető, hogyha valaki éppen zenél, akkor arra, ha valaki éppen fut, akkor arra, ha valaki éppen csapatsportot űz, akkor arra, szóval ez szerintem bármire, és engem nagyon megfogott ez a vers. Ez már a 11. év, hogy verset mondok. Az első versmondó versenyem az Pakson volt, és ott aranyminősítéssel tértem haza, és azóta minden versenyen minősítéssel térek haza.
A zsűri három külön díjat osztott ki, melyet Nagy Zsófia, a Szekszedi SC vendéglátó szakképző iskolájának növendéke, valamint két gézás tanuló érdemelt ki, méghozzá Szabó Noémi és Szabó Bálint.